Féltestvérek vagytok, igen, ahogy mondtad, viszont úgy látszik, hogy elképesztő jó kis összhang van közöttetek. Hogy lettetek ti egy család? Úgy lettünk egy család, hogy az unokatestvérem járt foci meccsre, és engem mindig vitt, nagyon jóban voltunk, 11 év volt közöttünk, ő már egy nagy lány volt, és mentem vele a foci meccsekre Egerbe, és akkor összeismerkedtünk egy nagyon édes pasival, aki hát így tulajdonképpen belén szeretett, hogy ajj, de édes ez a gyerek, meg milyen. Én nagyon cserfes voltam, és rögtön mindenkivel kommunikáltam. Egy focistával ismerkedtetek? Igen, az? Igen. A helyi meccsen? Igen. És ez a bizonyos focista beleszeretett az én kiskori énembe, és akkor azt mondta az én unokatestvéremnek, hogy ki az ő anyukája. Amit a te anyukád. Igen, és akkor bemutatta neki az anyukámat, és akkor ők összeházasodtak egy idő után. Tehát tulajdonképpen kimentél egy meccsre, és lőttél egy apát magadnak? Tulajdonképpen így történt. Erika, mondjuk most már ezen nem csodálkozunk. Jó, figyelj, volt olyan, hogy a vonatra felszálltunk, Vizesabony és Eger között, és megbolondult az anyám, mert én csönd van ugye vidéken, amikor megáll az állomáson, tényleg a légzümbögés is lehet hallani. Én kitenyereltem, és mondtam, Matlár, Matlár állomás, lehet felszállni, leszállni, borzalmas. Egyfolytában szerepeltem, és hát egyébként itt is, ott megállított, oda mentem pasikhoz, és mondtam, hogy neked van feleséged? És anyámnak égett az arca, meg minden. De itt nem kellett, itt apám... Igen, értem. Szóval, és még szinkron karakter se kellett hozzá, nem, hogy ezek a hangok kijöjjenek belőle. Elképesztő lettél. Felforgatod a család életét kislányként? Hát azt mondják, hogy, hát, hogy anyám azt mondta mindig, hogy el lehetett szédülni tőlem. Uh-huh. Nem csináltam hülyeségeket, de egyfolytában szerepeltem. Tehát viszont 6:00-kor ébredtem reggel, de tűpontos, 6:00, így. Na, az van, hogy... Ezt 8:00-ig toltam, viszont 8:00-kor így csináltam, hogy tulajdonképpen mondat felénél elaludtam, és aludtam reggel 6-ig, tehát hozzám nem kellett éjszaka fölkelni, soha nem voltam beteg, nem kellett velem rohangálni orvoshoz, meg nem tudom én, de cserébe 6:00-ig, azért a sok idő, szerepeltem, álltam az asztalon, álltam, volt a gázbegyújtó, az volt a mikrofonom, énekeltem, hogy húsz a szél az álmok tenderén. Tenderén? És tenderén, igen. Hát én már... Akkor már a kapitalizmus tudtam, először persze. Megjött, persze. És ez nem volt elég, mert nem elég, hogy szerepeltem, mert ez önmagában még kevés lenne, hanem nekem igényem volt arra, hogy ők üljenek le, és nézzék végig, és tapsoljanak, tehát nem csak úgy, hogy én ott szerepelgetek.